A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 20-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kortárs klasszikus zene, színház és egy irodalmi előadás várja önöket. Tartsanak velünk! A hatodik előadással véget ért a Történelem dalban elbeszélve programsorozat. A záróesemény vendége az Ars Musica együttes volt a Szent István Művelődési Házban. A Szent István Művelődési Házban az Aranybulla emlékéhez kapcsolódóan folytatódott a Történelem dalban elbeszélve programsorozat. Az immáron hatodik és egyben záró koncert vendége a Musica Historica együttes volt. A zenekar az Aranybulla kora a 12.-13. század zenéjével tette teljessé az évfordulót. A Történelem dalba elbeszélve rendezvénysorozat hatodik alkalommal és egyben záró rendezvényén vagyunk. Most ugye az Aranybulla, illetve az Árpádházi királyok kora, tehát az 12.-13. századbeli dallamok csendülnek fel a Musica Historica együttes, énekegyüttes részvételével. A programsorozat koncertjei a történelem mélységét ötvözve a népi és templomi liturgiával és hiteles megfogalmazással tárták elénk a hagyományok rendjét, tanúságtételként arról, hogyan épül belőlünk újjá, miként válik általunk elevenné egy az időtől és helytől független tartalom. Ma, amikor annyira fontosnak tartjuk, hogy legyen a következő generációknak is valamiféle nemzeti öntudata, akkor a történelemre, a történelem ismeretére nagy hangsúlyt fektethetünk. Ugyanakkor azt látom, hogy a gyerekek pont, hogy nem szívesen magolnak, és a száraz tények helyett inkább személyes kötődést szeretnének kialakítani. Nos, a dalban elbeszélt történelem erre alkalmas. Először is ezek az énekszerzők, akiknek itt az elmúlt 1000 év kultúrájából megidéztük a dalait a magyarság történelmével kapcsolatban, valamennyien nem csak a száraz tényeket közölték Szent Istvántól a Hunyadiakon át a 48-as szabadságharcig vagy 56-ig, hanem mindig jelen voltak a dalokban a személyes viszonyulások, az érzelmek. És talán ez az, ami megragadhatja a gyerekeknek a figyelmét is, könnyebb kötődni, nem beszélve arról, hogy egy dalban megfogalmazott, dalban elbeszélt költeményt sokkal könnyebb megtanulni. És akkor ez folytatódik? Természetesen nem lehet egy ilyen nagy projektnek, amelynek a fő célcsoportja az ifjabb generációk, nem lehet vége úgy, hogy ne hirdessünk meg egy pályázatot. A rendezők, a közreműködő művészekkel együtt meghirdetnek egy dalnok versenyt. A Kárpát-medencei magyarság és a magyarsággal együtt élő, valamint szomszédnépek, rokonnépek történelmével kapcsolatos dalos történeteket várjuk egy videópályázatban, amelynek aztán majd a szakértő zsűri elvilálása után szeretnénk egy nagy gálaműsort szentelni, amelyben ide hívjuk majd Kárpát-medence szerte azokat a legjobb dalnokokat, akiket a zsűri ki fog emelni. A Musica Historica azokat a 12.-13. század dalait válogatta csokorba, amelyek a kor megformált dalaival, a történésekre komponált művekkel hozzák közelebb a múltat. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy másik zenekar tagjaként is részt vehettem már a sorozatban, a Carmina Danubiana tagjaként, úgyhogy láttam, hogy mennyire lelkes és figyelmes a közönség. Ez nem is meglepő, hiszen Fehérvár élen jár abban, hogy a
történelmet és a történelmi ismereteket, ez nagyon fontos, mert a történelem amúgy is körülvesz minket, mert az olyan, hogy abból nem lehet kiugrani, de a történelmi ismereteket napi szinten segít fenntartani minden korosztály számára. Úgyhogy ez a sorozat is azt hiszem, hogy a művészeti programján túl ismeretterjesztő, ismeretátadó szerepet is játszik. A milyen kakuktojás koncert lesz, azért is jó, hogy a végére maradt, mert mi amiatt, hogy nem magyarországi forrásokat használunk, most a magyar történelmet, az aranybulla korát, egész pontosan tulajdonképpen a II. András és az ő bátyja, Imre király korát, tehát a 12. század utolsó harmadát és a 13. század első harmadát hozzuk össze, tehát egy bő 70-80 év muzsikáját, de gyakorlatilag csak Nyugat-Európából. Tehát most úgy nézünk erre, világtörténelmi távlatban, dokumentumunk is ilyen van csak, tehát ez nem fukarság, hanem ilyenünk van. Nézzük egy kicsit ebben a folyamatban a magyar történelmet, mi történik közben, mit játszanak azok, akik vendégeskednek akkor Magyarországon, mi az a nemzetközi zenei és egyéb nyelv, amihez mi is igazodunk, úgyhogy ilyen értelemben dalban elbeszélve, de ebben az esetben mások dalaiban beszélődik el. És nem csak a magyar történelem, mert olyan külön nincs is, egy nagy nemzetközi folyamat, a középkor egymásba játszanak. Sose felejtem el művészettörténet szakos hallgatókoromban, amit csak egy fél évig voltam, nem akarok vele dicsekedni, de nagy élmény volt egy nagyon kiváló professzornak, Bogyai Tamásnak a vendégelőadása, aki hosszan elemezte, hogy az a Jáki templom, amit mi a magyarországi románkori építészet egyik csúcsának, hanem a csúcsának tartunk. Szinte minden alkatrészében párhuzamba állítható a vándor építőmesterek révén, azokkal a például németországi bambergi és egyéb katedrálisokkal, kisebb-nagyobb templomokkal, amelyek ilyen formán a testvérei. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy ugyanazok a mesterek valószínűleg dolgoztak mind a kettőn. Csak nem mindegyiken ugyanazok, meg nem pont egyszerre. Ez az izgalmas a középkori kultúrában, ez, hogy személyes szálakon épül valóban. A zene is egyfajta ilyen építészet. A dallamok is vándorolnak, közkincsek, valamilyen szinten persze nem mindenki körében, de mondjuk az elit kultúra, a magasabb lovagi kultúra körében vándorolnak, és így például több nyelven is szöveget kapnak. Csóri Sándor alapáltal támogatott rendezvény megerősítette, hogy a bensőséges hangulatú történelmi dalestek hozadéka nem lehet más, mint hogy ismét megerősítést kaphatsunk arról, hogy a gyökerekben leledző történetek megőrzése a 21. században is kulcskérdés. Kerkai Rita rendezésében mutatta be Göncz Árpád Mérleg című darabját a Vörösmarty Színház. A darabbal a író születésének 100. évfordulóját köszöntötte a teátrum. Olyat lát, amit még életében soha. Tüzet fogott a nádas. Én már emlékezni is angolul emlékszem. Az életed első 23 évén. Miért is ír az ember? Kérdezte Göncz Árpád. Hogyha csepp folyós körülötte a világ, megszerkessze a kristályrácsát. Adta meg magának a választ, amikor megjelent öt másik drámájával együtt a Mérleg, az a darab, amelyben nemzedékének sarkalatos problémáira keresi a megoldást, és olyan a mai napig is érvényes kérdéseket feszeget, hogy mit jelent egy adott pillanatban menni vagy maradni, hány szerelem van az életben, illetve meg lehet-e szökni a sors elől. A darabot Varga Máriával és Zsótér Sándorral a nő és a férfi szerepében Kerkai Rita rendezésében láthatják a Fehérvári Színház barátok. Amikor először elolvastam a darabot, rögtön az ő arcukat láttam magam előtt, és ráadásul két olyan színházi alkotóról, művészről van szó, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Varga Máriával évek óta
itt dolgozhatom együtt a Vörös Marti Színházban, és rengeteg olyan szakmai tanácsot kaptam tőle, ami azt hiszem, hogy nagyon sokat segített nekem a pályán, illetve hogyha Zsótér Sándor nem vett volna fel az osztályába, akkor azt hiszem, hogy nem lennék a pályán, és most nem lehetnék itt. És hát csodálatos volt velük együtt dolgozni, mert elképesztő biztonságot, illetve védőhálót jelentettek nekem. És egy csodálatos színészi alakítást láthatunk tőlük, ami már azt hiszem, hogy túllép a színészeten, hogy valami olyan szinten személyes és emberi történik, hogy néha azt érzem, hogy azon túl, hogy az egyik leglelkesebb nézője vagyok ennek az előadásnak, azt érzem, hogy mint hogyha éppen abban a pillanatban történne velük minden. Milyen a te olvasatban ez a történet? Én azt látom, mi azt látjuk, akik olvastuk vagy figyelünk, hogy mélységesen emberi így több mint két évtized után is. Hát mindenképpen törekedtünk a személyességre, ami részben abban is megnyilvánul, hogy a díszletben, illetve jellemezben a rokonaink személyes tárgyai, illetve ruhája jelenik meg, és másrészt pedig ez a történet, ez a mai napig nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozik, szóval nem tud nem mai lenni, hiszen ez azt hiszem, hogy mindenkinek az életében volt olyan találkozás már, aminél eljutott arra pontra, hogy számot kell vetni. Néha 100 évig. A 100 évednek iszod a levét. Lásd be, ott más választás, mint neki menni a vakvilágnak egy szár ruhában. Gyávaságból. Vagy itt maradni egy szár ruhában. A nő Amerikáig menekült, elengedve élete legnagyobb szerelmét, a férfit, aki csak fizikálisan tudja távol tartani magától a nőt, de elfelejteni soha nem lesz képes. Elrontotta. Hát de mindannyian elrontjuk. Azt hiszem, szóval ilyen dolgokat, vagy majdnem mindenki, akkor más nevében nem beszélhetek szerintem. Hát ugye elrontunk valamit, és akkor választunk valamit, ami mellett kitartunk. Inkább olyan, mint egy ilyen nagyon... jó fajta beszélgetés, amiben hogy többet tudsz meg magadról. Hogyha így beszélgetünk, és akkor nem kénytelen vagy, hát hazudhatsz is, de ha van kedved, akkor még igazat is mondhatsz, és akkor egy csomó mindent megtudsz magadról. Érdekes. Ennek csak az a hátulütője, hogy valószínűleg ez egy nagy szerelem volt, ahogy megírja a Gönc. És ez egyik éretlen volt rá, szerintem ez a férfi a alakja, aki nagyon-nagyon félt és biztonsági játékot játszott, de szerintem az egy nagyon csavaros és nagyon jó dolog, amire kifuttatja, hogy a nőnek köszönheti azt, hogy itt maradt. Amíg kint az eső zuhog, odabent olyan, mintha egy első randit látnánk. De nem 23 év telt el a nő és a férfi újra találkozásáig, akik még fiatalkorukból ismerik egymást. Találkozás egy a fiatalkorával, a fiatalkori szerelmével, és hát tulajdonképpen elgondolkodtatja, gondolom, vagy hát a szerep szerint is, hogy fiatalkora és a mostani énje, hogy ki ő, hova jutott, és az ő párkapcsolatuk is, hogy az akkori, hogy az mit jelentett, és ma miben él. Tehát egy kicsit úgy visszatekintés, egy kicsit elszámolás önmagával, a múltjával, a jelenével, az, hogy egy nőnek milyen volt ez a fiatalkori szerelem, és hogy ez a régi szerelme, ez mit jelent ma a számára. Ebben a darabban van jövőkép is, a két ember jövőképéről megfogalmaz valamit, ami fontos mindkét embernek? Talán az, hogy találkozik azzal a mélységgel, amit fiatalkorban egymásnak nem tudtak adni.
talán őszinték és nyíltak tudnak egymással lenni, mivel már nincs mit veszíteni, csak úgy emlékezni és ezeket a dolgokat feldolgozni. És hogy a 100 éve született Göncz Árpád gondolatával zárjuk keretbe a történetet, ő úgy fogalmaz, mert hogy egyazon cseppfolyós világban élünk itt 10 milliónyian. Szeretném hinni, hogy ez a magamnak megszerkesztett kristályrács talán más számára is foghatóbbá teszi, teheti a világot. Mária képek a kortárs zenében címmel ismerhette meg a közönség Dobri Dániel, a szimfonikus zenekar kortárs művészeti vezetőjének új darabját. A kivételes összeállítást a Római Magyar Akadémia meghívására rövidesen az Örök Városban is megismerhetik a zenebarátok. Az Albarégia Szimfonikus Zenekar szakrális kamarakoncertjének központi témája a veszteség és a hiány. Ezt az érzést járják körbe olyan kortárs műveken és gregorián énekeken keresztül, amelyek a zene nyelvén értelmezik újra Szűz Mária alakját és személyiségét. Róma mindenképpen egy szakrális város, egy szakrális tér. Maga az egész városból sugárzik a szakralitás, és a terveink szerint ennek a mai koncertünknek, a Mária képek című koncertünknek is a szakralitás, a szakrális zene áll a középpontjában. Kortárs Mária képekkel fogunk megismerkedni ezen a koncerten, különböző féle, különböző típusú Mária ábrázolásokkal a zene nyelvén keresztül. Lesz itt darab Arvo Perttől, de lesz Vladimir Martinov orosz zeneszerzőtől, de több magyar zeneszerzővel is megismerkedhet a közönség, Jenei Zoltán, vagy Fekete Gyula zenéjével, illetve még az én zenémet is hallhatjuk ezen a koncerten. Mendes homi versenyen egy olyan különleges utazással invitálták a közönséget, ahol az elhangzó művek között megismerkedhettek azok történetével is, Dobri Dániel zeneszerző egyedi megközelítésében. Nekem most már egy sok éves, nagyon jó kapcsolatom van, mind Rómával, mind különösen a Római Magyar Akadémiával, mivel ott voltam ösztöndíjas zeneakadémista éveim alatt, úgyhogy mondhatom, hogy már szinte hazajárok, vagy rendszeresen visszajárok oda, arra a helyre, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre az Albarégia Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesét is el tudjuk juttatni Rómába, erre a nagyon szép adventi koncertre, és erre a gyönyörű kiállítás megnyitóra, ami a Giorgio Vasari képhez kapcsolódik. A zenei portrékon keresztül Szűz Mária különböző ábrázolásaival szembesülhettek a zenebarátok, a koncerten elhangzó darabokon keresztül a legkülönbözőbb női szerepek tárultak elénk. Több darabom is van, ami hát ha nem is konkrétan a Via Giulia de Roma hatására született, olasz indítatású a Lamento című darabom is, ami ezen a koncerten elhangzik, most ma este itt Székesfehérváron is, illetve Rómában a Via Giulián és a Stefano Rotondóban is. Nem konkrétan római indítatású darab, de egy dél-olasz ország által ihletett darab. A koncerten olyan komponisták munkásságába nyerhet betekintést a közönség, akik egyedi zenei világgal ismertetik meg Szűz Mária alakját és személyiségét. Folytatódott az Értékmentők csapatának Ugorj Be című segélyakciója. A Vörösmarty Szentházban megrendezett est ezúttal a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület megsegítését szolgálta. Hello, jó estét! Itt dolgozom, nem keresem valamit.
ami a hangos, meg a levelek. Jó? De pont ezt keresem. Ha megvan, akkor pakoljátok. Nem pakolom fel azt. Külön ki vagyok? Nem, sajnálom, nekem kell. Az értékmentők csapata az iGenerációért Egyesület rendezésében a Vörösmarty Színház kávézójában folytatódott az Ugorj be most, a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négy szereplő színházi játéka. Cserpakovics András polgármester is örömének adott hangot, hogy folytatódik az értékmentők missziója. Nagy örömmel jöttem, de egyrészt a színház épületében mindig jó jönni, a kiváló, gyönyörű környezetben, mint a kávézó nyújt, az különösen, de kettős misszió is az, ami miatt itt vagyunk. Az egyik az értékmentés, magyarul egyfajta kulturális misszió, egyfajta közösségi misszió, hiszen itt kiváló művészek segítségével egy nagyon izgalmas, beugrós játékot fogunk végignézni. Már voltam ilyenen fantasztikus, hogy mit tudnak produkálni, óriási élményt adnak, ezáltal nyilván értéket is. Másodszorban pedig ezeknek az estélyeknek mindig van valamilyen olyan közösségi célja, ami a misszió második része, amikor az értékmentők valamilyen értéket segítenek, támogatnak, és most ez a FEMA, amelyik egy olyan nagyon nehéz tevékenységet végző állatmenhely, ahol kifejezetten nehéz sorsú állatokat, kutyákat mentenek, ápolnak, gondoznak, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz tevékenység normál keretek, körülmények között is. A mostani helyzet, nyilván itt az energiaválságra utalva, pedig őket is nehéz helyzetbe hozta. Úgyhogy most, aki ide eljön és részt vesz egy egészen biztos, hogy remek esten, a belépő jegyével gyakorlatilag a FEMA-t támogatta, majd jó célra megy ez a forrás. Az est életre hívója az iGenerációért Egyesület elnöke Plecsere Ádám és munkatársai ismét nagyot alkottak. A teltház megerősítést adott számukra, kell és érdemes a segíteni vágyókat meginvitálni egy ilyen kötetlen hangulatú színházi játék megtekintésére. Azt gondolom, hogy az egyik ilyen szerelem projektünk az Ugorj be most, méghozzá azért, mert ez ilyen, hát én azt szoktam mondani, hogy a win-win szituációkat szeretjük, ugye jön a közönség, aki jól érzi magát, mi adunk nekik valami jó élményt, és azzal, hogy ők jöttek, ők pedig adnak valami más élményt, hát gyakorlatilag segítenek a jegy megvásárlásával, megváltásával, és most is így van. Egy jó ügyet sikerült találnunk, amiből hát van elég, és a FEMA-soknak fogunk most segíteni. A FEMA állatmentők egyébként nekem is az egyik kiemelt ilyen támogatott szervezet, és nagyon-nagyon szeretek nekik segíteni, és tudom azt, hogy jó helyre megy, úgyhogy a mai nap hát nekik fogjuk megtenni azt, amit meg tudunk tenni, vagy értük fogjuk megtenni azt, amit meg tudunk tenni. 3, 2, 1, csúcsdíz! Sikerült! Jó, ott is marad? Hát remélem. De engedj el, és nyugodj meg! Idén karácsonykor nem fog ledőlni a fa. Az esten a színház társulatából Kisdia, Andrássy Máté, Tűzkő Sándor és Krisztik Csaba mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak. Minden este új, hiszen sosem tudjuk, mi fog történni, sem tudjuk, mi a feladat, mit kell előadni, mi a téma, illetve minden esetben egy civil szervezetet segítünk, hiszen egy olyan alapítvány vagyunk, akiknek az a célja, hogy egy adott civil szervezetet kiemeljünk, és gyűjtsünk nekik egy kis pénzt, egy kis ajándékot, hogy ezzel is jobbá tegyük a világot, és hogy ne legyen minden olyan szürke, és aki pedig ide eljön ma este, illetve eljön a mi rendezvényeinkre, az Ugorj be mostra, az is egy kicsit színesebben fogja, reméljük, látni a világot. Úgyhogy azért mondom meg, mert ma reggel is kijöttünk ide dolgozni, és elhozták a lapácsot. Ami valahol jó, mert igazából azt kaptam volna. Érted? Csak azért éreztem, hogy ha ma is te jössz ki elhozni, nem leszünk kész, mert nem hozom 103-at csak, tudod? Az est megerősítette az értékmentők és a kötetlen színpadi játék mesterei, valódi értéket teremtettek, végérvényesen meghonosítva a színpadi játék kötetlen formáját városunkban. Viszonylagos öröklét címmel Juhász Anna tartott előadást Nemes Nagy Ágnes életművéről a költő nevét viselő kollégiumban. A rendezvény a Vörösmarty Kuckó keretében valósulhat meg Bokros Judit moderálásával.
A Vörösmarty Kuckó a Vörösmarty Társaság fiataloknak életre hívott egyre népszerű programsorozata keretében országjáró körútján Juhász Anna irodalmár is ellátogatott Székesfehérvárra, hogy megossza gondolatait mindazokkal, akik születésének centenáriumán megtisztelték a költőlegenda Nemes Nagy Ágnes emlékét. Az előadás vendégeit Lerner Zsolt, alpolgármester köszöntötte. A rendezvény kapcsán nagyon nagy köszönet a kollégiumnak, hogy minden évben megemlékeznek Nemes Nagy Ágnesről, mint névadóról, másodszorban pedig a Vörösmarty Társaság ifjúsági szekciója, a Vörösmarty Kuckó a kollégiummal közösen létrehozta most novemberben a Juhász Anna által megtartott rendhagyó irodalomórát Nemes Nagy Ágnesről. Októberben pedig a zeneszárnyán emlékeztünk meg a költőnőről. Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs zeneszerzőjének a művét mutatták be a Himerházban. Egy másik Róma címmel, ez elsősorban Nemes Nagy Ágnesnek a magánéletéről szól, itt pedig majd az irodalmi tevékenységéről fogunk majd hallani. A Vörösmarty Kuckó moderátorai már megszokott módon Bokros Judit költő, újságíró volt, aki maga is nagy tisztelője Nemes Nagy Ágnes életművének. Mindenféleképpen fontos az a költészet a 20. századi magyar irodalomban is, meg hát itt Fehérváron is ugyanúgy az olvasóknak, a versszeretőknek fontos, különösen idén, hogy centenárium van, tehát 100 éve született, és nagyon jó, hogy végül úgy értek össze a szálak, hogy a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban tartatjuk meg ezt a rendhagyó alkalmat, ami egyébként a Vörösmarty Kuckónak az összejövetele lenne, de ezt egy kicsit most kiterjesztettük, pont azért, mert úgy gondoltuk, hogy talán több diákot is érdekelne, mert hogy a Kuckóban olyan 11 néhány fő szokott általában jönni, de mivel Juhász Anna nagyon jó előadó hírében áll, és folyamatosan tartja országszerte a rendhagyó irodalomórákat Nemes Nagyról, ezért azt gondoltuk, hogy akkor érdemes még több diákot meghívni, és most azoknak az iskoláknak szóltunk még, amelyeknek a diákjai már szerepeltek a Vörösmarty Társaság Vár című folyóiratában a Diáksorok rovatba, és néhányan maguk is Vörösmarty Kuckósok, úgyhogy reméljük, hogy Nemes Nagy Ágnesről mindannyian sokkal többet tudhatnak meg, és mint úgy általában, vagy mondjuk, ami mondjuk esetleg még a tananyagon felül pluszt jelent számukra. A Viszonylagos Öröklét Nemes Nagy Ágnes 100 című rendezvénysorozat főszervezője és előadója Juhász Anna számára ez az országjáró körút egyfajta misszió. Célja, ahogy megfogalmazta, hogy a közönséggel együtt tudja felfejteni a költő írásainak rétegeit. Most már évvége felé vagyunk, ugye januárban indult a centenárium, amikor Nemes Nagy Ágnesnek a születésnapja van, és azt hiszem, hogy nem lehet elválasztani a tavalyi Pilinszky János centenáriumtól a két 20. századi alkotónak az életműve amúgy is akár költészetileg, akár emberileg összefügg, de az idei év valahogy a tavalyihoz kapcsolódóan valóban a felfedezéssel, vagy az újrafelfedezéssel telt. Számos olyan programunk volt, ami a diákokat megszólítja, a közös olvasást teszi a fókuszba, vagy a középpontba, és azt, hogy nézzük meg, hogy a 20. századi magyar irodalomban egyetlenben a nagyon sok traumával és nehézséggel teli 20. században miként tudtak alkotókká válni és emberek maradni ezek a szerzők, úgyhogy valami ilyen felfedezése telt az idei évünk, még nincs vége, tehát még lesz utazás, még lesz számos előadás, amivel várjuk a közönséget, de így azért novemberben már elmondható, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, és amikor eredményről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy közös programokon és közös művek felfedezésén és rengeteg beszélgetésen vagyunk túl. A hangulatos előadás minden résztvevőjének lelkében megerősödhetett a tudat, hogy a magyar irodalomnak az eredeti hangvételű nagyhatású költője úgy tudja megmutatni a bennünket körülvevő világot, mint kevesen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.